A köznyelvben földi epernek nevezett gyümölcs valójában szamóca, hiszen még az első az eperfafélék, a második a rózsafélék családjába tartozik. A fűtött fóliás szamóca szürettel már április elején elkezdődött a hazai gyümölcsszezon. Az időjárás függvényében pedig április végén, május elején a szabadföldi ültetvényeken is megkezdődhet a szüret. Magyarországon egy átlagos évben 6-7 ezer tonna szamóca terem. De azért azt látni kell, hogy az elmúlt napokban, különösen a múlt hétvégén azért voltak mérsékelt fagykárok, amelyek a fóliás állományokat nyilvánvalóan nem érintették, ellenben a szabadföldi állományokban okoznak, még ha mérsékelt kárkieséseket is, akkor is redukálni fogják valamelyest a termést. Összességében azonban most is még egy közepes, normális termésre van kilátás. Úgy tűnt egy másfél héttel ezelőttig, hogy egy ilyen szűk kéthetes előnyben van a szezon olyan értelemben, hogy ennyivel előrébb járunk, mint egy átlagos évben, de azért az elmúlt másfél hét hűvös időjárása megfogta, lefékezte az állományok fejlődését, illetve a gyümölcs érését, így még ha nem is érte magát utól a természet, az a koraiság, ami még egy-két hete látszott a szamócában, az kezd eltűnni. Magyarország szamócafogyasztása durván 10 000 tonna évente, ebből 6 000 tonnát tudnak fedezni hazai termelésből. Az import javarésze Spanyolországból és Görögországból származik, melynek fő időszaka április, amikor még drágább a magyar szamóca termesztése. Ennek ára akár kétszerese is lehet az importénak. Mivel egy 2 hónapos szezonú gyümölcsről van szó, a szamóca piacon nagyon nehéz árakról beszélni. Egy hét alatt is óriási ingadozás mutatkozhat. Egy héten belül az ár eljuthat a mennyországból a pokolba, illetve fordítva is. Ugyanis ha jön egy erős meleg hullám, ami felgyorsítja az érést, összetorlódik az érés, és megjelenik a piacokon pár napon belül egy erős túlkínálat, akkor az nagyon jelentős mértékben leveri az árakat. Ellenben, ha pont egy ellenkező folyamat következik be, a hűvös időszak megfogja a termést, vagy jön egy többnapos csapadékos időszak, amikor nem lehet szüretelni, vagy a szürke rothadás miatt egyenesen kárba vész a termés, akkor kialakul pár napon belül egy áruhiány a piacokon, akkor felfelé húzza a piac az árakat, vagyis nagyon rövid idő alatt nagyon nagy árkilengések tudnak bekövetkezni pozitív, illetve negatív irányban egyaránt. Éppen ezért azt becsülni, hogy a tavalyihoz képest milyen lesz a szamóca ára, nagyon nehéz dolog, ezt gyakorlatilag az időjárás párnapos vagy egyhetes lefutása határozza meg mindig. Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy nagyjából tavalyi árakra lehet számítani. A szamóca nem utóérő gyümölcs, éppen ezért a magyar, frissen a fogyasztókhoz kerülő áru ízében, állagában nagyságrendekkel jobb a külföldről, több ezer kilométerről behozottnál. A szamóca fogyasztása rendkívül egészséges, a bogyósokra jellemző magas antioxidáns tartalommal rendelkezik, C-vitamin tartalma pedig vetekszik a narancséval.